emlékszem, akkor ígértem nektek egy videót, amiben elkészítem a bemutatkozómat. Mi vagy sokan nem ismertek, illetve nem tudjátok, hogy mi fán teremtem. Van egy ilyen kis, szép kis ritikül, ezekben őrizzük a családi ereklyéket, azaz a fotókat. Van egy pár száz fotó, amit most így hirtelen át kell nyálazzak, de igyekszem összehozni valami jó kis bemutatkozót. Ennek persze nyilván feltétele az, hogy kiválogassák jó képeket. És ez persze időbe telik. A mai délelőtt, azaz a reggel néhány unalmas, ám attól fontosabb ügyfélprojekttel telt. 4 órára megy Évi crossfittelni, úgyhogy én most már befejeztem az irodai munkát, most már zúzok haza, illetve még mielőtt hazazúznék, még elmegyek, felveszek pár vágóképet, és kerülök egyet a városba, csak hogy átfújjon a szél az agyamon, hogy az agyrágó bogarakat kitakarítsa belőle. Szia, iroda! Hello! Évi elment edzeni, úgyhogy egyedül maradtam ebből a kis ticsökkel, aki most jelen pillanatban a király kisasszonyból átváltozott üvöltő sárkányá. Reméljük, hogy visszaváltozik minél előbb. Jó leszel? Tetszik a kamera? Jó leszel? Így van, hát így kéne viselkedni. Nem kell sírni. A few moments later. Most pedig apai feladatomnak fogok eleget tenni. Meg fogom etetni ezt a kis házi sárkányt. Szofi, éhes vagy? Igen? Igen? Szerintem igen. Ide bele csücsülsz. Így. Mi az? Mi a baj? Hm? Na, úgy néz ki, hogy megy ez. Majd adom. Halló? Persze most jól viselkedsz, mert a nézők néznek, igaz? A látszat csal, ne higgyetek neki. Ham. Most ne tapsoljál most együnk. Ne tedd be a kezedet a szádba. Áj, de annyira nyitottad a kis szádat. Azt kell mondjam, hogy az idő nem éppen a legalkalmasabb a sétára, de ha már itt vagyunk, akkor... A tegnapi nap folyamán sajnos nem sikerült túlságosan jól lakjak fagylaltból. Tehát konkrétan nem volt fagyja cukrászdába, ezért megígértem, hogy majd ma vissza fogok jönni. Ennek az ígéretnek most eleget fogok tenni. Úgy nézem, most már feltöltődött a fagyi pult. Megvan a fagylalt, amiért jöttem, csak az a helyzet, hogy most elkezdett esni, és körülbelül 15 vagy 16 fok van. Ilyenkor érdemes lejönni fagyizni, mert ilyenkor biztos, hogy van fagyi. Na, jelen pillanatban ilyen borongós az idő. Szofi közben elaludt az autóba, azért jöttem léde a Marospart, hogy egy kicsit bolyongjunk. Mindig is foglalkoztatott az, hogy ezek a youtuberek honnan kapják ezeket a kütyüket. Most mindenki megveszi, vagy csak valaki, valamilyen cég küldi nekik, és akkor véleményezhetik. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha én is írnék egy ilyen cégnek, hogy hát ha esetleg tudnának nekem is küldeni néha napján egy-egy ilyen elektronikai eszközt, vagy videókamerát, vagy telefont, vagy valami kütyüt, amit tudok én is véleményezni, illetve esetleg kipróbálni, megmutatni nektek is, és azt is, hogy hol lehet ezeket megvásárolni. Kíváncsi leszek, hogy kapok-e választ. Egyelőre még nem szeretném elárulni azt, hogy kinek írtam, de ha válaszolnak vissza, akkor úgyis meg fogjátok tudni. Most pedig zúzunk haza, mert Évi nem fogja tudni, hogy hol a francban vagyunk. Megpróbálok fejen állni, jó? Mit szóltok hozzá?
itt a fejemállás. Szétdurran az agyam. Na, hogy tetszett? Lassan fürdetési idő van, úgyhogy elbúcsúzok. Köszönöm szépen az időtöket, köszönöm szépen a figyelmeteket. Reméljük, hogy találkozunk holnap. Sziasztok!